2010. február végén zárták le a sáréti vadászok az idényt. Szokásukhoz híven egy közös vacsorával és természetesen egy kis mulatozással zárták le az évet. Az este folyamán többek között a csökmei fonó hagyományőrző népdalkör adott egy félórás műsort. Ugye ez egy évzáró vacsora a vadásztársaságnál, általában evel szokták megtisztelni a vadászfeleségeket, a menyasszonyokat azzal, hogy egy évben egyszer meghívjuk egy vacsorára őket, és akkor evel van zárva egy vadászati idény. Gyakorlatilag február 28-al vége van egy vadászati idénynek, és akkor így beszoktuk fejezni egy vadászvacsorával, egy baráti társaságot ilyenkor meghívjuk. Szomszéd vadász társaságokkal, akivel jó kapcsolatban vagyunk, földtulajdonosokkal, és hát ugye próbálunk egy kellemes estét biztosítani a családtagoknak is, a barátoknak is, és a földtulajdonosoknak is. A környékbeli vadászok közül sokan évek óta részt vesznek ezen a vacsorán. Igen, én már ugye én 35 éve vadászok, de ez 35 éve ugyanígy működik. Hát kisebb-nagyobb sikerrel. Most mondhatnánk azt, hogy mi gyakorlatilag egy 6-8 éve egy ilyen 120-130-as létszámmal jövünk össze egy ilyen esten, amit úgy érzek, hogy azok a vendégek, akiket megszólítunk, azok szívesen jönnek, mert jó érzik magukat. A vadászok többsége nagyon fontosnak tartja az ilyen összejöveteleket, hiszen ilyenkor nem csak a hangulat és a szórakozás áll a középpontban, hanem lehetőség van arra is, hogy tapasztalatot cseréljenek egymással. Kifejezetten fontos, egy régi hagyománya van. Ezt ha szereti az ember, hanem akkor is meg kell tartani. Tehát ezek olyan dolgok, amiket tovább kell örökítsünk, tovább kell vigyünk évről évre. Saját vatúsainkat tálaljuk fel az asztal, és nem pedig külsősöktől veszük ezt, mert venni ezeket a dolgokat nagyon drága, eladni viszont nagyon olcsó. De mindemellett nem csak a mi vadjainkat szolgáljuk fel az asztalokra, hanem akiknek nem passzolnak be ezek a vadételek. Tehát gondolok arra, hogy a vaddisznó pörkölt, a szarvas pörkölt nem fekszik, mert esetlegesen nem bírja a gyomor, akkor azoknak frissen sülteket szolgáltunk fel, most is volt sajta, sonkával töltött pulykamell, velővel töltött sertésborda, tehát elég sok színű a vacsora, úgyhogy mindenki megtalálja számára kedvező desztertet szolgáltunk, hogy van minden. Ezeket ma lőttétek? Nem, hát ezeket nem ma, ha ma lőttük volna, akkor nem lett volna rá idő elkészíteni, meg tulajdonképpen ez egy állatorvosi vizsgálaton kell, hogy átessen ez a vathús, tehát addig nem is dobhatjuk fel úgymond az asztalra, amíg erről pozitív visszajelzésünk nincs a debreceni állategészségügyi állomásról. A vadászvacsora idén is jól sikerült, legközelebb jövő februárban ülnek így össze a vadászok és családjai.